történetnek a helyszíne egy kocsma, egy Kályha nevezetű kocsma. Ugye ez egy kortárs szerzőnek a műve, és ő mint költő, alapvetően mint költő ismert, és egy kicsit minden neve, egy kicsit beszédes, és kicsit egy költőiség van mögötte, vagy benne. Nem a kocsma benne igazából a lényeg, hanem a neve. Tehát egy olyan hely, ami nekünk fontos, vagy ennek a közegnek, vagy ennek a közösségnek, vagy inkább, ahogy haladunk a történet belőle, ennek a családnak a története, vagy ennek a családnak a helye, amiben nem csak vér szerint összekötődő emberek vannak, hanem befogadott, szinte hajléktalan emberek, egy román család, meg tehát egy nagy közösség, aminek a szétbomlását látjuk ebben a történetben. Fontos ez a kor, ez a 18-as, 19-es év, főleg a 18-as évnek a vége. Igazából nem kellett a mába rángatni, nagyon-nagyon sokszor kapja az ember az a mondatokon keresztül, amik korabeli újságot olvasnak fel, és azt éli meg az ember, hogy olyan, mintha ma olvasnak fel ezeket a híreket bizonyos szempontból. Valószínű, hogy minden kor egyrésztről a múltból tekintve történelmi kor, és mindegyik kor valamiféle fordulatot jelent a benne élők számára. Ez így van ma is, nyilván, és így volt akkor is. Az egy borzasztó sűrű időszak volt, és utólag visszanézve egy ugye nemzeti traumaként, vagy egy nemzet traumájaként éljük meg ezt az egész történést. Akik akkor megélték, ők nyilván nem így élték meg, hanem ők csak érzékelték ezt az egész átalakulást valamilyen szinten, vagy lecsapódott közéjük így ez a történet. Rapságban tartja ezt a szegény kislányt, és engem is. Csak még jobban. És tudja, hogy én miért vagyok nagyobb rapság? Mert román vagyok! Ezért van az egész! Mert román vagyok! Utasságokat beszélsz, Inci, menj a szobádba! De tudja, én szabad is, éppen ezért vagyok! Mert román vagyok, ezért! Menj a kapitányságra! Tati néni! Jóskának üzenj, jöjjön holnap a Kályhához! Tati néni, ne! Inci! Valahogy ez az ős anyaság merül ebbe inkább föl. Tehát ahogy mondom, hogy egy család fölbomlása van, így az anya szerepe nyilván kiemelten fontos egy család életében. Ilyen szempontból fontos egyrészt, hogy ez egy nő. Van egy kicsi áthallás a Brecht történettel, tehát ez a markotányos nő, aki viszi ezt a szekeret, és akkor ott van ez a család mögött, és egyszer csak hullanak el a gyermekei. Valami hasonló történik itt is. Természetesen Kati, a Kályha Kati egy központi figura ebben a közegben. Van nőiessége is, van benne udvarlás, van szerelem, tehát vannak, akik szeretnék őt magukénak tudni. Ez is végigvonul a történeten, ugyanúgy, ahogy a gyermekének vagy gyermekeinek az élete és nekik a szerelme is ugyanúgy végigmegy ezen a történeten. 23 éves. Nem adom neki. Tudom. Tényleg megbántottam, most meg azt hiszi, hogy azért nem, mert román. Hogy? Mert román? Ezt hiszi. De mi? Ezt mondta neki? Na miért? Mit mondtam volna? Tényleg, miért nem akarja maga ezt? Ja, Misi, ne bolondozzon, hát mert mit mondja? Csak az igazság. Várjuk meg, mi lesz a háború vége. Azt már tudjuk. Aztán meg itt van a spanyol, és ki tudja, túléljük-e. Az ember, amikor elmegy egy helyre dolgozni, ahova elhívják, akkor némiképpen, vagy én ilyen vagyok, hogy próbálok azonosulni ahhoz a helyhez, vagy ahhoz az ízlésvilághoz, amit ez a hely képvisel, vagy hordoz magában. Én 16 éve rendeztem itt utoljára, én mindig valahogy a Radnót itt azt a Víg és a Katona közé helyeztem magamban ízlésben, tehát egyfajta polgári ízlés, de vannak nagyon szélsőségesen is akár kísérletező előadások és rendezések, amiket itt láttam, tehát van ez a fajta kísérletezés is, de ugyanakkor ennek a polgári ízlésnek a megjelenése. Ez inkább ez a polgári történet. Vannak benne olyan rendezői gesztusok, amik nyilván nekem fontosak, vagy az én formanyelvemhez hozzátartoznak, és nyilván nagyon fontos volt, hogy a színészek hogyan nyúlnak ehhez a történethez, és én abba próbáltam velük menni, tehát nem az volt, hogy én megadtam feltétlenül valami irányt, hogy ők hogyan játszanak, ami nagyon érdekelt, hogy ők hogyan kezdik ezt megfogalmazni, ezt a történetet, és így hatottunk egymásra.
És remélhetőleg egy olyan előadás jön létre, amit szeretni fognak a nézők. Maguk most milyen minőségben vannak itt? Kérem, szesz tilalomban, és a kocsmák már 3-kor bezárt. Igen, azt olvastuk. Csak most olvastuk, sajnáljunk. Nem tudtuk. Nem tudtuk, anyukán nincs itt van, és ő az a egy tolvajt is keresünk a környéken. Fasz! Nem tűnt el valamekkora összeg a zsebükből. Jó, sikalva. Ma egy, most itt akarom meg. Ez itt valami hír. Miénk lesz az ország? A maguké? Persze. Meg a magáé is. Maradjon meg ilyen tisztának, Sándor. Hallotta, hogy mit mondott a román nemzeti tanács? Mai hír. Mit mondott? Hát, a románokkal kapcsolatos döntéseket jóváhagyásuk nélkül nem szabad meghozni Magyarországon. Na, erre mit mond? Ez a szabadság. Akkor hát mégsem közös ez az ország? De, ez pont azt jelenti. Fiatal barátom, ez új urakat jelent. Kikérem magamnak. Én harcoltam ezért az országért, és önként mentem. És mikor betörtünk 2 évvel 5, én akkor is hű maradtam a császárhoz. Ennek az országnak királya van. Nincs királya. Csak maga van meg én. Háborúban csak maga van meg én, de nincs háború, épp most érzed. Pardon, egy pillanat.